A gólom utáni ünneplésemet egy uruguayi dal ihlette, amit mindig sokat hallgatok. Onnan kölcsönöztem ezt a telefonálós mozdulatot is. Nagyon hideg volt a Honvéd elleni mérkőzésen, de ahogy hozzászoktam, egyre jobban ment a játék. Nehéz mérkőzésre számítok most szombaton a DVTK ellen is. Tisztelnünk kell az ellenfelünket, de kizárólag csak a 3 pont lesz az elfogadható. Ha erkölcsre szeretnéd nevelni őket, ha erőt akarsz adni nekik az élethez, ha az egyetértés az, amiben hiszel, akkor támogasd adód 1%-ával az Albert Alapítványt. 1% 1 cél 1000 tehetség.